A 60 éves legendás Omega együttes három tagja már sajnos nincsen közöttünk, viszont annak érdekében, hogy ne merüljön feledésbe ez az örökség, az 51 éve Omega tag és szerzőtárs debreceni Ferenc Ciki Omega Testamentum néven új zenekart alapított. A zenekarnak hamarosan megjelenik az első önálló dala, ám előbb most erről fogunk beszélgetni, de előbb nézzük meg a zenekar image videóját. Vendégünk debreceni Ferenc Ciki és Rott Péter. Sziasztok, köszönjük, hogy eljöttetek. Mi köszönjük, hello. Hello, szervusztok. Őrizzük a lángot címmel hamarosan megjelenik a zenekar első önálló dala, a saját dala. Ezzel a címmel mit szeretnétek üzenni, és kiknek szeretnétek üzenni vele? Gyakorlatilag ezt a mai naptól, mert tulajdonképpen mondhatjuk, hogy ma már ez kész van, csak egy keverés várat még magára. Innentől kezdve ezt a zenekar, az Omega Testamentum zenekarnak az arsz poétikáját szeretnénk ezzel bemutatni, nem feltétlenül szóban mindenkinek ilyen szájbarágosan, hanem szép versekkel, amit hát volt egy előzmény, ami megelőzte, hogy miért, hogyan alakult ez ki, mert annak idén megfogadtuk, mármint, hogy én kértem a srácoktól, hogy csak Omega számokat, a régebbi Omega számokat játsszuk el koncerten, és addig-addig próbálkoztok, amíg sikerült, mert jött az az ötlet, hogy mi lenne ez a cím, az, hogy őrizzük a lángot, gyerekek, megfogtatok, essünk neki, és akkor innentől azt kértem, valami induló jelleggel, tehát egy ilyen rock induló jelleggel, mint amikor tényleg lovagolnak még a régi őskorban a harcosok, és akkor a karddal lobogtatnak, zászlót lobogtatnak, és hát őrzik a lángot, de ezt szedte viszont szépen versbe Péter. De mi nem leszünk lovon. De mennyire lett omegás ez a dal? Valamennyire hajaz a régi nagy slágerekre? Mert még mi sem hallottuk ezt a dalt. Feltettünk egy kisebb részletet a különféle social media oldalakra, és azok a kommentek jöttek, hogy olyan, mintha a Testamentum albumról lenne egy szám, ugye ez az utolsó album. Szerintünk egy picit olyan, igen, de azért nem annyira. Az eleje nekem, hála Istennek, amikor az első felvétel készült, már a dob és a billentyűk rajta voltak, basszus érezhető volt. Az eleje, ahogy kezdődik, ez hála Istennek, nekem nagyon omegásnak tűnik, ha visszagondolunk. Benne van az íz. Koncerten is elhangzó számokra. És nem csak részletet tettetek fel a közösségi média oldalatokra, hanem kis kulisszatitkokat is láthattunk arról, hogy hogyan stúdióztatok, hogyan készült maga a dal. Milyen volt ez az alkotói folyamat? Mert hogy ezt el lehet mondani a zenekarról, hogy azért voltak itt tagcserék, és most már így kiforrott ez a formáció?
Igen, köszönöm. Hát a fiúk most már egy éve vagyunk így együtt a srácokkal, és hát azért tudott ez összeállni egy év alatt, hogy tényleg mégis új számot is készítsünk, és kiderültek a próbák, meg a eddigi koncertek folyamán, hogy megfelelőképpen jól tudunk egymáshoz viszonyulni a zenei elképzelésben, és egyébként is hát még a turnébuszban sem veszünk össze, úgyhogy ez már egy pozitív. Az mondjuk fontos dolog. Abszolút. És készülni is fog ehhez a dalhoz egy klip, aminek lesz egy nagyon izgalmas története is. Mit tudhatunk erről? Itt mutogattuk egymásra, de igényben nem úszod ezt most meg. Semmi baj. A klipről, hát igen, ezt a Molnár Péter nevű szervezőnk találta ki egyébként a klipnek a szinopszisát, amit átküldött, és lesz benne egy kis sztori is, lesznek benne emlékek beszúrva, te mit tudsz? Igen, ez a baj, hogy én sok mindenről nem tudok, és éppen ezért volt egy vitám, hogy most akkor miért kell ide menni, oda menni, rohangázni a városba, keresztbe, Kasul, mikor sokkal egyszerűbb is meg lehet esetleg oldani. De lesz egy nagyon jó kis sztoria a kisnek. Hát lehet, hogy ettől lesz egy olyan sztoria, amit ő nekem is meglepetés lesz, a srácok gondoskodnak róla valószínűleg. Nem lesz gond, jó lesz. Azt is lehet olvasni a közösségi oldalatokon, hogy vannak önök, akik elmennek a koncertetekre, vagy még nem mennek el, és kicsit szkeptikusan állnak hozzátok, így az Omega Testamentumhoz. Aztán, amikor meghallgatnak benneteket élőben, akkor teljesen más gondolatokkal távoznak erről a koncertről. Mi az, ami megváltozhat bennük? Igen, nyilvánvalóan, természetesen a korábbi, ami megelőzte az egészet, hogy mi így összeálltunk egy zenekarra, az, hogy hárman elhagytak minket az Omegából, a Molnár Gyuri van egyedül, a többiek pedig már meghaltak, és az úgy zenekar szervezése környékén, és abban az időben volt a probléma, hogy mi legyen. Én mindenféleképp szerettem volna tovább folytatni a zenélést, és akkor szeretek zenélni, miért ne Omegát csináljak, és akkor azt feltettem a kérdést magamban, hogy mennyire tudom én ezt elfogadni, meg elfogadtatni egyébként a közönséggel a véleményét, nagyon fontos a vélemény, mert nincs, mert hát ők a zsűrik, ők vannak a közönség oldalán, és az ő arcukat látjuk, és nem mindegy, hogy milyen. És hála Istennek a koncertek kapcsán az volt, amikor közel kerültem én is a színpad széléhez a Peti mellé, akkor bizony igen, azt láttam, hogy a sugárzó arcok, és ezek úgy meggyőztek meg utána, hogy jöttek az öltözőhöz, vagy pedig a kommentek. És hogyha már koncertek, február 23-án a Budapest, nem a Budapest Parkban, a Barba Negrában, bocsánat, készültök. Barba Negrában készültök egy nagy koncertre. Mire számíthat itt a közönség? Péter? Igazi Omega Testamentum feelingre. Csak és hogy ilyen bölcs legyek. Még, egy picit bővebben. Bemutatjuk az új dalt is. Ott fog először elhangzani? Én szerintem a helyből a lényege az, hogy tényleg ez itt most a ősbemutatója Budapesten, még nem volt ez a Omega Testamentum lemeznek, még nem volt meg a bemutatója, vidéken már ugye voltunk, de ez az első budapesti nyilvános fellépés, koncert, ahol ezek a számok ezzel a hangszereléssel elhangzanak, és hát az új legénységgel. És meg hát természetesen az új dal. Az új dal, hogy ne, hát azt még a gondunk van éppen, hogy hova rakjuk be, már van elképzelés, hogy lehet, hogy a tűzihar elé, vagy után, és akkor ezek a, őrzzük a lángot, de közben már jön a tűzihar, valahogy lehet, hogy paralel egymás mellett jól összeférnek, és össze tudjuk kötni, akár valamilyen kis hátsó vetítéssel, vagy zenei elemmel. És Jankai Béla is ott lesz majd veletek. Köszönjük szépen. Nem csak ő. És nem csak ő, mert vendégzenekarként a méltán nagyon-nagyon jó alapi powerbandet hívtuk meg. Hát nagyon szuper lesz. És még lesz még egy dolog, amit hagyja szabad, akkor Miskolcon 10-én várnak minket szintén, és ott pedig a Darázs István nagyon régi Eddás, az első Eddás énekes basszusgitáros lesz a vendégünk, mert ő is meg nem többször már vendégül meghívott, és a miskolci fiatalokra nagyon gondoljuk, hogy jó hatással lesz. Hát akkor egy kalappal mindkét koncerthez. Sok sikert kívánunk, köszönjük szépen a beszélgetést.